Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk tények titkok mai műsorában, és ha már unják ezt a járvány szöveget, akkor ezt meg tudom érteni, de nagyon bízom abba, hogy vadonatúj dolgokat tudunk mondani. Ez a műsor tabukról, tényekről és titkokról szól. Vendégem nem először, nem másodszor, a régi ismerősünk Grandics Péter, immunológus kutató, akivel szeretném végigbeszélni, hogy milyen módszerek, házi módszerek lennének a megelőzésre. Ez nagyon fontos, mert mindenki csak arra vár, hogy hú, majd jön a vakcina, és onnantól kezdve minden problémánk megoldódik. De vannak alternatív lehetőségek, amiről soha senki nem beszél. Az én egyes számú jelöltem persze a D-vitamin és a napozás, valamint egyáltalán arról kéne beszélnünk, hogy hogyan is terjedhetnek a járványok, a fertőző betegségek, és ezt azért kellene alaposabban körbejárni, mert már eddig is, nálunk is, de másutt is nagyon sok embernek odaveszett az állása, a megélhetése, és nehogy azt tessék hinni, hogy hirtelen majd visszarugódik a gazdaság, ennek elhúzódó hatásai lesznek, és minél gyorsabban a hátunk mögött tudjuk ezt az egész hajcihőt, annál jobb lesz. Ezért kérdezem most Pétert, vendégünket, hogy milyen házilagos megelőzési eljárásokat tud javasolni, de egyáltalán mondjon a láncreakcióról, mint járványról, ugye pár szót. Köszönöm a meghívást, Gyuri, és tisztelettel üdvözlöm a kedves nézőket. Tulajdonképpen részben ez másik apropója a mostani beszélgetésünknek, hogy most fejeztem be egy tudományos közleményt, amiben Pasteur fertőzéses elméletét tesz górcső alá. Ugyanis a Pasteur elmélete, hogy a betegségeket fertőző mikroorganizmusok okozzák, ez az egyik sarokköve a mai nyugati medicinának. És ugye ez most különösen aktuális annak a tükrében, hogy nyugati medicinánk, azt kell, hogy mondjam, csúfosan megbukott a koronavírus járvány kezelésében. Mert egy ilyen rendkívül költséges és lényegében 100 éve beágyazott monopolisztikus rendszer, hogy a náthát ne tudja meggyógyítani, az teljesen elfogadhatatlan. És láthatólag olyan intervenciókat propózál, mint most a vakcinálás, ami erősen kétséges, hogy egyáltalán sikerülhet egy ilyen típusú kórokozóra. Adnék először egy rövid történelmi visszatekintést. Ugye Louis Pasteur egy francia kémikus volt, aki tanulmányozta a fermentációt, az erjesztés folyamatát, és ott azt találta, hogy ez mikroorganizmusok megjelenésével jár együtt. És hogy vizsgálta a betegségeket, a különböző betegségeket, ott is megállapította, hogy különböző mikroorganizmusok megjelennek a betegség állapotokba. Most abban az időben volt egy másik híres orvos, aki egy alternatív teóriál mellett tette le a voksot, Louis Béchamp, és ő pedig azt mondta, hogy a fertőző mikroorganizmusok jelenléte az csak egy tünet, de nem az ok. Tehát a következmény, az ok okozat pontosan, megfordul. Pontosan. Tehát amit ő mond, az lényegében a szervezet egyensúlyának a megbomlása vezet a megbetegedéshez, amit utána a fertőző mikroorganizmusok kihasználnak azért, hogy további táplálékhoz jussanak, ugye az elpusztult sejtjeinkből. És ez a két teória konfrontálódott, de végül is a szakma Pasteur mellett tette le a voksot. Ugye Pasteur vezette be először a vakcinákat igazán
jelentősebb mennyiségben dolgozott ki vakcinákat, és azt mondták, ugye... A veszettség ellen, ugye ez nagyon híres. Ja. Tehát akkor volt ez, hogy a szakma a Pasteur mellett tette le a voksot, és akkor az is kőbe van vésve, hogy Pasteur az igazság. Na most, ha jobban, ma már azóta ugye 150, több mint 150 év eltelt, és azóta sokkal többet tudunk a szervezet működéséről, és nem csak a makróban, de a mikroszinten is. Úgyhogy most már teljesen megvan minden eszközünk arra, hogy ezt tényleg nagyító alá tudjuk tenni, és megvizsgálni, hogy mi is történik valójában. Na most, amikor az ember kistresszeli magát, ugye, akkor különösen ilyen krónikus stressz szituációban, akkor a szervezet stressz hormonokat produkál. És ezek a stressz hormonok pedig a nagy mennyiségben elpusztítják az immunsejtjeinket. Ugye? És akkor megjelenik egy csomó, tehát meggyengül ennek az eredményeképpen az immunrendszer, megjelenik egy csomó halott sejtanyag a keringésbe, és mivel hogy a szervezetünkben 10-szer annyi baktérium vagy egyéb mikroorganizmus van, mint az emberi sejteknek a száma, és ezek között, a mikroorganizmusok között ott vannak az úgynevezett fertőző mikroorganizmusok. Ugye, amikor megjelenik ez a nagy mennyiségű tápanyag, mert a baktériumoknak a szaporodását a tápanyagok korlátozzák. Tehát mikor megjelenik a tápanyag, baktériumok elkezdenek osztódni. Na most a baktériumok azok a kis szignál molekulákkal kommunikálnak egymással. Ez a folyamatot úgy hívjuk, hogy quorum sensing angolul, ami azt jelenti, hogy ezeken a szignál molekulákon keresztül szereznek értesítés arról, hogy itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagy. Tehát ahogy nő a populációszám, úgy nő ennek a szignál molekuláknak a koncentrációja keringésbe, és amikor elér egy küszöbb szintet, akkor ezek a mikroorganizmusok kooperatíve bekapcsolják a virulencia génjeiket, és ekkor válnak fertőzővé. Előtte nem voltak fertőzők, ekkor válnak fertőzőké, elkezdenek toxinokat produkálni, ugye ami egy extra stressz a gazdaszervezet számára. Tehát lényegében a mikroorganizmusok kooperatíve viselkednek, figyelik a gazdaszervezetnek az állapotát, és a gazdaszervezet állapotából utána levezetik a számukra előnyös cselekvési módokat. És vicces módon a vírusok, amik szintén bennünk vannak, a vírusok pedig monitorozzák a baktériumoknak a kommunikációs szignálját. Tehát amikor megemelkedik úgy hívjuk, hogy quorum sensing autoaktivátorok, autoinduszerek, tehát akkor ők is akcióba lendülnek. Tehát a vírusok ebből látják, mikor sok a baktérium, meggyengült az immunrendszer, meggyengült a gazdaszervezet, akkor jönnek ők a kupacnak a tetejére. Most ez eléggé meredek teória, ugye? Ez nem teória, Gyuri, ez tény. Ez tény, ez egy 30 éve megalapozott tudomány, amit mindenki, aki ebben a szakmában van, ezt tudja. Tehát ez tény. Ugye az a nehézség a stresszel, hogy még a vírusokat, baktériumokat látjuk, tudjuk számszerűsíteni, a stressz, mint olyan, egy nagyon-nagyon nehezen megfogható dolog. Mindenki mondhatja, legalábbis itt, hogy hát stresszes napom volt, mert mindig ad az élet alkalmat, hogy valaki fölbosszantsa magát. És a pszichológia notóriusan tartozik nekünk a lelki betegségek és a testi betegségek kapcsolatának felderítésével. Tehát ma hivatalosan lelki betegségnek nincsen testi következménye, legalábbis ez a
paradigma. Konkrétan, tehát ha valaki például, az az én kedvenc problémám, ha valaki daganatos betegséggel bemegy a magyar egészségügybe, kutya meg nem kérdezi tőle, hogy most a felesége szokta őt kiszekálni, vagy a főnöke, vagy egyáltalán, hogy elvesztette az állását. Tehát a lelki bajok iránt nálunk nem kérdezget senki semmit, de ugye akkor azt kéne, ha így lenne, azt kéne látni, hogy hol kapcsolódik, milyen szinten, milyen módon kapcsolódik ez a nehezen megfogható stressz, például a baktériumok számához. Tehát itt én nagyon érzek egy hiányzó kapcsolatot. Tulajdonképpen ez a kapcsolat már, tehát úgynevezett neuroimmun kémia a tekintetében ez a kapcsolat megalapozott, csak ez nem szivárgott le a gyakorlati medicinába. Például azt tudjuk, hogy amikor valaki hirtelen ér egy stressz, tehát mit tudom én, a mellékvese hormonok, ugye adrenalin szintje fölfut. Az adrenalin, ezek a fertőző mikroorganizmusok az adrenalin szintet is monitorozzák. Tehát ha valakinek fölfut a adrenalin szintje, akkor sokkal alacsonyabb koncentrációjú fertőző mikroorganizmus el tudja indítani, nagyságrendekkel kevesebb fertőző mikroorganizmus el tudja indítani a úgynevezett fertőző betegséget. Csak itt a probléma az, hogy ez igazából nem szivárgott át a klinikai gyakorlatba, és a közkommunikációba meg egyáltalán nem szivárgott át. A nézőknek mondanám, hogy stressz alatt két dolgot értünk. Az egyik a lelki megterhelés, de lehet ez ugyanúgy a testi is, például elképesztően magas hőmérséklet párával, a 90%-os páratartalommal, ez egy nagyon komoly fizikai megterhelés, vagy ha valaki ultramaratont fut, az is komoly, de legtöbbször ugye megfázásos tünetek vannak, hogy jó, megfázunk, és akkor jön a probléma. Igen. Tehát ez a kétfajta stressz van, egyik se nagyon mérhető, mert egyik ember simán egy trikóba elsétálgathat 15 fokba, a másiknak meg már folyik az orra 15 fokba. Tehát nagyon eltérő a stressz tűrő képessége az embereknek, és én se találkoztam még azzal, amit most meséltél, hogy a stressz alapon kellene a fertőző betegségekbe gondolkozni. Én csak azt gondoltam, hogy az egy mellék probléma, amikor a szegény embert az ág is húzza. Számos referencia van, tehát nem arról van szó, hogy egy-két dolog, hanem hogy évekre visszamenőleg, legalább 20 évre visszamenőleg számos referenciája van ennek. Csak mondom, ez nem része a mainstream gondolkodásnak. Tehát lényegében mi azt mondjuk, hogy jön a járvány, jönnek a fertőző mikroorganizmusok, és akkor jön, ledöntenek bennünket, nekünk ez persze semmi közünk, ugye mi ez nem járulunk hozzá, hanem csak jön, ez olyan, mint a tarvágás lenne. Mint a sáskajárás. Így van, pontosan. És akkor itt a végveszély a nyakunkon, mindenki szaladjon, amerre tud. De ez egy teljesen hamis narratíva. Ez egy teljesen téves, tudománytalan, elavult narratíva. Tehát sajnálatos módon még ma is ez uralja a kommunikációt. Ez uralja a kommunikációt, de ez teljesen nem igaz. Tulajdonképpen a szervezetnek két lábon áll, amikor az úgynevezett fertőzések ellen
dolgozik idézőjelbe. Tehát A van az immunrendszerünk, ugye? Az immunrendszerünk az eminensen erre van felkészítve, hogy hogyan tüntesse el mindenféle kórokozót a szervezetből. B, az emésztőcsatorna. Az emésztőcsatornának ugyanis az a funkciója, ami összekapcsolódik az immunrendszerrel, mert az immunrendszer 80% az emésztőcsatornában van, de ugyanakkor az emésztőcsatornának a funkciója az, hogy biztosítsa azokat a tápanyagokat a számunkra, amik a belső mikróba kontrollt lehetővé teszi. Tehát a fertőzések kontrollálását A, az immunrendszer végzi, B pedig az emésztőcsatorna. Tehát az emésztőcsatornán, amiben az immunrendszer 80%-a jelen van, ezen kívül emésztőcsatorna veszi fel azokat a tápanyagokat, amiket a szervezet a mikróbák szaporodásának a kontrollálására használ. Tehát vannak ilyen inhibítorok, amiket úgy hívunk, hogy quorum-sensing inhibítorok. Gátlók. Pontosan, tehát olyan gátló molekulák, amik elfogják a baktériumoknak a szignál molekuláit. Tehát ezek egyszerűen nem tudnak tudomást szerezni egymásról, és ebből kifolyólag sosem indul be a fertőző géneknek az aktiválása, mert egyszerűen nem érik el ezeknek a kommunikációs szignáloknak a szintje, azt a szintet, amin ezek a fertőző gének bekapcsolódnának. Tehát de Péter, hogyha most a Kovács Jancsi bácsi nézi ezt a műsort, azonnal azt fogja mondani ellenérvként, hogy hát mi van akkor, amikor XY ráköhög a másikra, például minapi hír, hogy valaki elment templomba, szétköhögte magát, és vagy százan megbetegedtek. Ezt hogy kezeljük? Mert nem idegesek az emberek a templomban. Arra van szükség, hogy A, a szervezetünknek az immunrendszere jó lábakon álljon, tehát erős legyen az immunrendszerünk, B, pedig meglegyenek a szervezetünkbe azok a gátló molekulák, amiket a táplálékunkkal veszünk be, amik elfogják a mikrobáknak a kommunikációs szignáljait. Tehát itt két dolog van paralel. Nem csak az immunrendszerről van szó. Ezzel az az én problémám megint, hogy a súlyra meg centire nem tudjuk lemérni, hogy milyen jó az immunrendszerünk. Nagy szívfájdalmam, hogy annak idején a Szent Ágotai János akadémikus agyonverte a Kovács Ádámnak azt a vérplazmás immunminősítő rendszerét, amit te jobban ismersz, és talán erről is tudsz majd egy pár percet beszélni. Az alapján a Kovács Ádám féle módszer segítségével, néhány csepp vérplazmával konkrétan számszerűsíteni lehetett, hogy az adott illetőnek azon a napon az immunrendszere egy 6-os skálán éppen hogy muzsikált. És ez azért volt forradalmi, és egyébként egy nagyon jelentős felfedezés, mert pont ilyen időkben nagyon jó lenne, hogyha mindenki pontosan tudná, hogy na most az ő szervezete, az immunrendszere milyen állapotban van. Mehető-e moziba vagy színházba, vagy pedig jobb, hogyha marad otthon, mint ahogy ez a kommunikáció állandóan jön, mert nagyon kockázatos ez a középkori karantén módszer, mert hát ahogy látjuk az eredmény, képes bedönteni a teljes gazdaságot, szóval emberi sorsokról van szó, és nem 20 emberről van szó, nem 200 ezerről, milliókról van szó, ezért kell nagyon pontosan tudni ezeket a dolgokat, ezért kell a mindenféle részrehajlásmentesen, a tényekkel, a tabukkal szembe menve, hát tájékozódni, ismerni. Kovács Ádámnak ez a módszere zseniális volt, és
és körülbelül egy olyan 5 évvel később Amerikába is kifejlesztettek egy hasonló módszert, ami már ugye fejlettebb volt a detektálását, illetően ilyen immunesszés detektálása volt. Tulajdonképpen ennek a módszernek az alapja az, hogy egy fertőző megbetegedésbe, vagy rákbetegségbe aktiválódik a véralvadási rendszer, ugye különböző mértékben. És ennek eredményeképpen ezek a fehérjebontó enzimek, proteázok elkezdik fölvagdosni a vérplazmának az egyik fontos fehérjét, a fibrinogént. Ugyanaz a folyamat történik, mint amikor megvágjuk a kezünket, és akkor itt egy heg, egy var képződik. Tehát lényegében ez ugyanaz, csak ugye sokkal kisebb mértékű, de ezt nagyon jól lehet detektálni, és Ádámnak volt egy ilyen optikai jelző módszere, tehát mikroszkópus módszere volt, hogy a vérplazmát leszárították, és vérplazma, egészséges vérplazma, és illetve a fertőző betegséges vagy rákos vérplazma különbözőképpen kristályosodott ki. Másként száradt. Pontosan, tehát más struktúrák, kristálystruktúrát, formát. Zseniális ötlet volt, az ANTS elnyomja ezt, nem akarok semmit mondani, de lényegében tavaly volt egy ilyen, hogy egy magyar doktor, aki még csinálta ezt a módszer, annak neki leszólt az ANTS, hogy szíveskedjen abba hagyni ezt a tesztet. Tehát így viszont nem tudjuk, hogy hányadán állunk. Természetesen, pontosan nem tehát tudjuk, hogy hányadán. Most ennek hiányában te mit gondolsz, hogy lehetne arról meggyőződni, hogy XY meg Z bácsinak, néninek milyen állapotban van az immunrendszere? Miből? Hát ez komplikált, tehát lehet vizsgálni a sejtes immunitás, tehát ahhoz egy komoly laboratórium felkészültség kell hozzá, hát ezt társadalmi szinten megcsinálni, az ennyi szóval lehetetlen, pontosan. Tehát erre nincs beállítva az egészségügy, még nyugaton sem, tehát a fejlett világban sincs beállítva. Ez azért probléma, mert ugye aki autóval megy, attól elvárják, hogy nézze meg, hogy a kerekekben mennyi a nyomás, meg hogy működnek-e a lámpák, és sokkal fontosabb dolog, hogy az ember valahogy minősítse a saját immunrendszerét. A vérből a körzeti orvos beutal minket, akkor csinálnak egy ilyen széles körű tesztet, meg vannak keskeny célzott tesztek, tehát nagyon fontos lenne valami elfogadható, olcsó, könnyen kezelhető tesztrendszer, ami az immunrendszert minősíti, ilyenkor járvány idejében pedig aztán 100-szor fontosabb lenne. Teljesen igazad van, de ez nem része a mai paradigmának, tehát ez... Tehát ugyanúgy, ez vakrepülés akkor így. Ez egy vakrepülés, pontosan. Ez egy vakrepülés, ami, vagy hogy hol fogunk leesni, az kiderül, pontosan. Tehát könnyű eltévedni. Így van. Tehát az eszközeink meglennének, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk, nagyon hatásosan és könnyen lehetne ezt a problémát kezelni, de ez megint nem része a paradigmának, ugye? Elrepült a 25 percünk úgy, mint a húzat, úgyhogy most elköszönök a nézőktől úgy azzal, hogy nagyon köszönöm, hogy a Péter eljött, elfogadta a meghívást, és a következő részben vissza fogunk térni arra, hogy mi mit tehetünk otthon magunknak, hogy az immunrendszert gatyába rázzuk. Köszönöm szépen, viszontlátásra!